Na, szevasztok itt újra Webber, és hát, mint látjátok, ez most már egy másik helyszín, ugyanis párkapcsolati gondokból kifolyólag költöznöm kellett. Valószínűleg, hogy ez már így marad, tehát tekintve a költözésemnek a folyamatát, nagyon úgy tűnik, hogy ez most már így marad, hogy ez a lakás marad, de azt nem tudom, valószínű, mert amúgy tetszik. Lehet, hogy visszatérek a zöld háttérre, mert sajnos itt csak úgy tudom berendezni a cuccot, hogy hátul van egy ablak, amin ugyan van egy függöny, de nem tudom annyira elhúzni, hogy jó legyen. Úgyhogy ott a fényviszonyokkal itt van még egy kis probléma. Most egy lámpa van középről, eddig volt két szélről, ugye, a másik lakásban az egy kicsit jobb volt, meg ott nem nagyon volt természetes fény, mert lehúztam a redőnyt, azt hello, itt nem nagyon van redőny ezen az ablakon, mert ez ugye egy ilyen kilépő cucc, és na mindegy, most ez lesz. Ez lesz, megyünk tovább a Sims-el, és megnézzük, hogy mit alkotunk. Elvileg talán működik minden. Megnézzük, hol hagytuk abba. Kicsit azért nem vagyok jól úgy lelkileg, de megpróbálok jól lenni. Ígérem. Itt vagyunk Mr. Innel. Az allergiám múlik, viszont a szemem úgy viszket, hogy mindjárt kiszedem. Na srácfiú, mi van? Tehát 12 óra múlva melózunk. Életfunkciók. Minden tökéletes. Akkor mit alszol? Akkor dolgozzál, tesó. Hát, ha minden jó. Várjunk. Ezt teljesítettem. Csevegjét szimmel, vagy játsz. Keljél már föl, haver. Lazítson. Nem akarok lazítani. És ezeket érnem egy kicsit, mert napokban azért itt volt mit csinálnom. Közösség. Csevegés vele. Veled fogok csevegni. Jó lesz? Neked az. Szarik csevegni vele. Azt, ja, majd most. Hát időt gyorsítsuk meg. Hopp! Kaptam. Gyerekek, ezért kapok pénzt? Miért kaptam pénzt? Hogy csevegtem a színmel? Jó, nekem mindegy. Nekem így is jó. Na, most csinálunk egy olyat. 2400 tudsz, ezt eladjuk, de nagyon gyorsan, mert hogy néz ki, meg amúgy hogy is néz ki. És veszünk egy... Na várjál, most mi van? Veszünk egy... 150... 8-as a higiénia. Stresszt, azt 4-es kéne enyhíti. 2100. Hát veszünk egy ilyet, engem nem érdekel, mert ugye amikor ilyen stresszes vagyok, ebben már tudunk habfürdőt venni, meg ilyesmit. Meg is nézzük, zvanyozzon le, fejlesz-e, vegyen hab, vegyen fürdőt, az csak sima fürdő, de mindegy, úgyis büdösek vagyunk valószínű, mert 6 napja nem játszottam, úgyhogy biztos büdös. 2 óra múlva meló, jobb is, hogy fürödöl. Meg kell szokni még ezt, hogy a lámpa középen van, annyira idegesít. Mit akarsz? Adunk tanácsot. Én most adok szerelmi tanácsot egy játékban, gyerekek. De hogy kell? Hogy kell ezt csinálni? Istenem. Hárja, csináltam ott is valamit. Működik? Mindjárt. Működik, jó. A háttér el lett távolítva a feliratkozás gombról. Nem kéne elmenned már dolgozni? Az idő mindig visszalassul. Na most menjél. Menjél és keres pénzt. Ha minden igaz, akkor izé lesz. Most kapok előléptetést, ugye? Költs el elégedettségi pontokat. Hát az mi a zsákom? De hát én most ezt komolyan kérdezem. Na, dolgozzál, dolgozzál, dolgozzál. Gyorsan csináld meg a vizét, a fejlődést. Ja, és a gépem egyébként meg lekerült a földre, úgyhogy most nem kap húzatot a fülem már tőle. Szegényképet nem akartam lerakni, de itt ugye nem fúrogathatok, és hát nem tudom úgy megcsinálni, hogy jó legyen. Vagyis hát jó így is végül is. Célnak tökéletesen megfelel. Az én vagyok, igen, le vagyok zúzódva teljesen. Vittesben bemutatkozunk vittesen munka után. Ja nem, mert igazából... Most hova mentem? Haló, én?
Mit csinálok? Ja, nem, de hogy. Ja, még dolgozom? Ja, persze, hát hét. Hű, éjszakás voltam, és ugye most itt pakoláztam az elmúlt pár napban, csak megtakarítottam meg ezt-azt, és ma ilyen 1 órát sikerült aludnom. Tehát gyakorlatilag zseniálisan érzem magam. Levelem. Hopp, ott. Végre számla, mert különben lekapcsolnak itt mindent. Menjünk már gyorsabban. Yeah, boldog vagyok, befizettem a számlát. Mit akarok? Na, remélem, hogy pénzt adsz. Hát, én meg most nem szeretném, hogy átgyere, mert dolgoztam, büdös vagyok, éhes vagyok, és amúgy meg befelé forduló, ahogy látom. Ezt a játék is megállapította. Te Jézus Isten, hát még a játék is tudja. Most azon gondolok, hogy ezt a lámpát át fogom tenni a kamera fölé. Nem jó így, nem tetszik. Utálom, ha nem szimmetrikus valami. Azért csak átjöttél? Vagy te ki vagy? Hát és átjött. Mindjárt haza menjen? Hát beszélek vele itt a horgászatról. Na jó, szeretsz horgászni? Hát menjél már. Nem lehetne megmondani neki, hogy takarítsd meg ki a lakást, ha majd... Nem, mondok humorosokat, hogy szeressen. Szeressenek. Ó, tök teljesen jó. Elmentem gitározni, ott hagytam. Ott. Na, beszélek a fitness technikámról. A múltkori részben egyébként a szememet kiverte, hogy ott volt a zongora, amit meg lehetett volna venni. Nem. És tényleg áthívtam egy full idegent, és nekiálltam hasazni előtte a redvás padlón. Nem fog tévét, ne nézzél tévét, tudod, mit csinálja? Utazzunk el valahová. Én azt mondom. Vele. Hát én nem akarok vele utazni. Akarjak. Hát gyere, haver. Remélem, nem kell átköltenem. Hogy néz ki a házam? De hogy néz ki? Hát különbet kakálok, tízdek a pari. Na mindegy. A kék bársony, éjszakai klub. Hát oda megyünk a jánja. Na. Ja, ez a izé. Hát ugyanoda mentem, jó van. Nem, elfelejtettem. Na most akkor... Most akkor mit tudok? Tudok már valamit? A zenei tehetségem fel van fejlődve kettesre, igaz? Hát gyűjtünk egy kis zsét. Hát már 4-eket adnak, múltkor még csak 2 volt. Lány meg addig hagy hapsizzon. Gyakorlatilag skáláz a köcsém, de szarul. Boldog vagyok, megvárom, míg fejlődök egy szintet megint. Mi baj lehet? Akkor több pénzt fognak adni, nem? Szerintem a kamerám fókusza is oda veszett. Mindegy, kell még itt állítani, de hát nem is baj. Na, menjünk haza. Az remélem behapsizott, azt nem jön át többet a lakásomba. Figyelj, hagyd már abba, tesó, már menj haza. Na, hát oda jut valaki, aki tud zongorázni. Zsír. Vagy lehet, hogy csak összeretkeltük költözéskor a kamcsit. Olyan kis izé vagyok, olyan kis bágyatka. Mit kell csinálnom? Fáradt is vagyok, meg kakálnom is kell. Akkor mennyi fáradtan kakálni? Jó, alukáljunk, munka meg 6 óra, az pont jó, addig kialusszuk magunkat, aztán most már gyűlöget itt a lóvé. Hát kívülről kéne ezzel a házzal valamit csinálni, mert rettenetesen néz ki ott a térképen. És még azt hiszik, valami izé vagyok. Melóka! Tűni. Kényelmetlenül érzem magam? Mert éhes vagyok. Majd melóba eszel, haver. Én is ott szoktam.
most meg egyre többet fogok ott tenni, mert nem akarok itt főzni még, meg ilyenek. Az olyan... Majd elmúlik. 13 év kell hozzá, aztán el fog az múlni, nyugi. Akkor meg azt mondja, hogy minek hoztál össze ezzel barommal? Milyen flörtölő. Már hogy én. Ja, mert hogy összehoztam a izét, lakodárét, zseni. Az a baj, amíg dolgozok, azért nem nagyon tudok. Nem akarom felfejleszteni, hanem addig valamit. Böh! Nem ez. Tévé, ez a tévé hogy néz ki, hallod? Úristen. Kéne dohányozó asztal. Mivel forgattam? Ezzel. De nem jó, nem ez kell. Mit akarok? Olyan nem is tudom, hogy mit akarok most így jelenleg. Lámpa nem kell, kandalvány nem kell. Hifi sztereó berendezés. 1800? Na hát olyanom se lesz. Padlós torony hangszórók. Mindig egérre akarok forgatni. Miért? Forogjál már! Legyen zene! Legyen zene is. Zenét azt szeretjük hallgatni. Amúgy megjött az új DJ cuccom, és még az illata is olyan jó. De hogy amiket tud, hát az valami zseniális. Na, fel vagyok derülve. Hát ennyi pénzt kerestél, haver, ennél nem lennék olyan derült égből a villám, csak más játszani. Számítógépes játékokkal kell fejlesztenem. Ilyet még nem láttam. Mit? Idegroham? Vagy mi volt? Most az idő az mindig lelassul, amikor valami feladatot adok neki? Ezt nem tudom. Muszáj itt a feladatokat csinálni, mert különben nem lépek tovább. Ne lógjál itt, menjél, ha lógjál máshol, hát még nincs semmi, ma lógunk itt. Ja, nagy társasági lény vagyok. Semmi. Bárma jön a kicsi családom, meg lehet, hogy pár haver is, és ma szerintem több sört el fogunk fogyasztani, mint kéne. Be fogok szarni ott a gépnél, figyeld? Mert most már nagyon kell. Az utolsó csík előtt fogja abba hagyni, hogy hát megy majd össze x-et lábakkal. Na, szint, megléptem a szintet. Programozás. Mennyi kaksi-maksi? 12 óra múlva meló. Hallod, nem bír lejönni a kompjúterről. Nem bír lejönni a srác. Nézzem, most meg azt se tudja, hol van. Sportolni is kéne. Sok mindent kéne. Jó, alvást azért nem visszük túlzásba, mert te még fiatal, büdös is vagy, jó van. Éhes is vagy, akkor hagyd abba alvást, nem is vagy álmos. Vegyél pezsgőfürdőt. Mondjuk attól izé nem leszel nem éhes, de mindegy. Főzök valamit. Öcsém, miket figyeld fő, hogy olyat főzök. Na mi van? Mi került a kezedbe? Kígyó? Hogy így örülsz? Így ott fogtál kádba? 5 óra múlva meló, úgy főzögessé haverzat. Azt a tűzhelyet kéne kicserélni, mert valami iszonyatosan idegesít. Ja, amúgy meg ezt nem is az a netem az a negyede annak, ami otthon volt, tehát most, mire fel fog menni egy videó, most, hogy tudnék hosszú videókat csinálni, most nem tudok, mert vagyis hát tudni tudok, csak egyszerűen nem tudom, mennyi idő múlva lesz fent. Gyerekek, ez annyira szar amúgy, hogy így 13 év után gyakorlatilag újra kell kezdeni mindent nulláról, és és minden, ami azt hozzászokta, az így nem. Programozás. Hagyd már abba. És lefekszik meló előtt egy kicsit, még rápihen, még rádől.
Na, elmegyünk dolgozni, aztán programozunk. Azt még nem tudom, hogy kell. Ja, ezt a moslékot kéne lecserélni egyébként, mert ó. El lehet küldeni a... Előbb szereztem neked hapsit. Most minek kell még egy... meg. Nem elég egy? Nem mi? Szeretné megismerni a szímet. Én meg azt a szímet. Csak most épp dolgozom. Na, hát ez fut. Remélem nem hozzám. Nem. Nekem kezdeni csaj... Ja, meg kutyátot akarok. Azt mindig nem tudom, hogy kell, az a baj. Azt hagyján, hogy a kamera fókusz elment, de szerintem az összes kamera beállítás is szerintem, mert visszabent 30 hercre. Áh, Istenem. Mő. Munkában eddig 7. Jó. De hát most nem fog fejlődni. Fejlődök, de a programozás még el sincs kezdve, tehát... Hol látom... Ja, ott látom lent. Jó, ott látom az időt. No, hol látom az időt? De hogy gyorsan már menjél már idej. 9.28. Azt kéne megnézni, hogy a kompúter. A kompúter az mely? Tehát valami normális, ami... Mi... mondjuk 4000-ért már tudnék venni egy kevésbé moslékot, ami nem így néz ki. Akkor azért még dolgozunk egy kicsit. Meg hát az a tűzhely, meg az a hűtő. Na. Akkor most gyere haza, és programozni kéne mindenképpen. Ennyi. Számítógép lezárva, nem jöttök... Nem jössz rá, ez mi van ez? Mi ez? Van egy ilyen kollégám, aki ugyanez? Hogy állandóan itt izéni akar. Bandázni, öcsém. Hál' Istennek nem közvetlen kollégám, csak ilyen... gyütment. Az is, hogy átjön hozzám a lakásomra, érted, hogy elromlott a számítógépe, és nem tud, hát valószínűleg poreszt nézni. Kint szakad az eső, és sír nekem a kaputelefonba, azt sem tudtam meg, hogy hol lakom, nem tudom. És jön, hogy merint csinálja meg a számítógépét, mert hát ő nem tud internetezni. Majdnem mondtam neki, hogy akkor nézzél pornót a telefonodon, de engem hagyjál békén ilyen hülyeségekkel, meg amúgy se őriztünk együtt nyájat, úgyhogy ne, ezt ne. És ő jött, és utána hálásnak nem köszönt sokáig. Ja, még több választás itt van, azért mondom, mert lehet programozni. Készítek egy bővítményt. Ne egyé, bővítményt csináljál. Ha minden zöld, mit eszegetsz? Ott van a... error. Na, megjavítom legalább, és van, az is fejlődik egy kicsit. De ha megrázz, zárom és meghalok. Nem, megcsináltam. Ó, és már nyomom is a programozást. Úgyi? Nem, játszik, öcsém. Játszik. Mi van, megint dolgozom? Jaj, nem áll. Ez csak a munkának él az ember. Költs el elégedettségi pontokat. Na jó, hallott, hagyjál már engem, hát mindjárt. Várjál, áthívom, azt rámegyek. Beflörtölök nála. Meglátjuk, hogy akkor is szeretne majd átjönni mindig. Idő természetesen leállt. Jó, mindjárt végzünk. Hónap már végre jön, eső is, jaj, már, fú, úgy várom. Na, akkor én most írok bővítményt. Micsoda? Nem, gyakorlom a programozást. Már bővítményt írtam is.
Hallod, rátettem a telefont. Hát azért vagyok feszült, mert... Na gyere, most szép pofozlak. Na, gyere, na. Álljál föl, pakold fel a kezed. Mi van, te izé vagy, debil? Nem kérlek. De tudunk menni annyira mínuszba, hogy húzzam már innen? Na, kérjünk, romantikus kapcs, figyeld! Ha ezek után belemegy, akkor tiszta hülye. Ne, mínusz, 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 jó van. Na jó, ne, figyelj, légy szíves, húzzál innen el, mert kösz. Nekem programozás kéne amúgy gyakorolnom, de mindenem. Éhes már nem vagyok, energia izé. Aludj egy kicsit, bro. 8 óra múlva. Hát mi ez? Mi ez? Állandóan dolgoznom kell? Ez az élet? De már csak egy napot, aztán szombat, vasárnap otthon. Hát, mint a rendes emberek, ugye? Most én is mondjuk a hétvégén. Na. Mindenem zöld, igaz? Hát most szórakozz. Megint feszült leszel. Kicsit még programozzunk. Na, még munkáig nyomjad. 25%. Az a baj, 50%? Jó, nem tudok fejlődni, mert állandóan munka van. Na, az a szím is jöhet. Csajozni se tudok, mert munka van. Menjél már dolgozni! Hát kirúgnak. Hú, feszültem megyek be, az jó lesz, akkor a több fej is le fog hullani lehet. Ja, semmi gondok, oda néztem a lámpát, és oda egy pont ugyanilyen monitortartóval fel lehetne rakni a control monitort. Hát, de kicsit így most még nem... Most még gondolkodok, hogy mi hogy légyen. Ennyi volt. Kell szarni, azt neki kell gitározni. Hát teljesen jól nyomod. Ne feküdj, ne ülj le büdösen a kanapéra, he! Mi van? Na, elindult fölfelé a szórakozásom. És a programozást kell gyakorolni, hogy legyen D, legyen lev. Most úgyis itthon vagyok. Épp most kezdett. Mit? Ja, megint fejlődtem. Vagy nem? Vagy mi van? Hát előbb 50%-on volt a programozás, ez meglett. Derült vagyok, jól van. Kutya. Hol lehet kutyát szerezni? Építés módba? Nem hiszem. Még vannak ilyen ajándékjaim. Rozsdamentes acélautomata, micsoda? Kávéskanna. Hát haver, van kávéfőzött bakker. Ezt nekem miért nem a számítógép merevlemez? Be tudom rakni a gépbe? Vagy ezzel mit tudok csinálni? Miért érd már le? Mit tudok ezzel csinálni? Azt csinálok vele, amit akarok. Lerakom mondjuk ide, és attól még lesz jó? Hát nézzük már meg, hogy mi az, hogy fej. Jobb videokártya. Ebbe? Minek? De tényleg. Ez a gép az még nem most lesz, lehet hamarabb. Hamarabb kéne mondjuk egy mikro is, mint az.
mert hogy azom sincs. Na de most, hogyha... Kell... Ez volt. Kell ide egy pult. Aztán kell egy mikro. Hát mikro, hogy lehet élni amúgy? Na hát ebből már nem a moslékot vesszük meg, ha nem maradt pénzem akkor sem. A hűtőből esetleg valami normálisabb, ami nem úgy néz ki, mint a szarom. Jó, van, el is fogyott sok-sok pénzünk. Megint. Na, hallgatja a hifit. Ugye, hogy érdemes volt megvenni? Jaj, tudom, mit, na mindegy. Tudom, mit akartam még megnézni. Itt volt, ugye? Múltkor itt nem láttam meg a zongorát. És most se látom. Ott van. 1400. Valahogy a piros szín az úgy, nem tudom, inzultálja a szememet, azt nem láttam tőle. Hát akkor az most még nem lesz egyelőre. Videójáték hozzá, mert így nem fogsz fejlődni, tesó. Hát de tényleg. Jaj, most nekijártam online pénzért játszani. Miért? Ez tök jó. Jaj, tudok horgászni is, tényleg. Számla befizetve. Ha jön egy jó csaj, akkor azt majd elkapjuk. Hát ez gyermek. Az azért az büntető jogi eljárás lenne. Hol lehet kutyát örökbe fogadni? Meg ez is mi? Ez nem érdekel ez a küldetés. Találkozz egy színmel. Hello, te egy szín vagy? Nem. Játsszál már. Két napúval megyünk még csak dolgozni, úgyhogy most itt kell fejlődni ilyen dolgokba. Már 51 dollárt kapok óránként. Aszti, az tök jó. Kiég a szemed, hát hajolj már hátrábrébb. Érdelő időtök jártas a második szintjét. Ja, az pipa, jó, nem látok, viccesz. Hekkeljük meg a názát. Na, boldog is vagyok. Új hűtőm is van, új zuhanyzóm is van, van hifi gépem, ami szól folyamatosan. Meg a merev lemezek a földön. Opp, találkozott azok, nem, most azt meg kell csinálni. Úgyis be fog jönni, tehát teljesen mindegy. Azt még csináld meg, haver. 75%. Miért van a VASD-n a kezem, amikor ez nem is az a játék? Na, egyél, csináld a dolgodat, igen. Mindenben szintet lépek, öcsém. Hát ne, nem hiszem el. Súgy, pisik, aki megvolt. Ma mi a baj? Romlott volt a kaja? Hát ilyen előfordul a legjobb családokba is. Miért már bűzölög a hűtő? Ja, mert tényleg ilyen bűzölög a hűtő, hogyha szar benne valami, mi? Hát nem romlott. Úgy gondolom nem programozol, még véletlenül sem. Ó,
na, megvan, akkor most már szintet fogok megint lépni a melóba. Ha találkozzunk egy színmel. Nem, inkább elmegy aludni. Hát az se rossz. Ajcsi. Kicsit én is tudnék amúgy már aludni, de most arra jöttem rá, hogy lehet, hogy ilyen napközben kéne, és lehet, hogy nem a hálószobában, hanem itt ebbe. Na, egy szín. Most nem egy színmel fogunk találkozni, hanem elmegyünk valamerre. Két napóval lesz még csak melóka. Közösség, nézzük, nem. Simstagram, ennyi már. Mi az a Simstagram? Jaj, mossál föl te. Furcsa gyermek. Ennyünk már elutazni valahova, vagy mi legyen? Utazás. Hát a kisgyerekkel nem biztos, hogy nem. Hát tök mindegy, mert előbb vele utaztam, azt nem is találkoztunk, de mindegy. Menjünk, nézzük meg valamerre. Kikerültem a netre, jelenleg 12 követőm van összesen. Ó! Lakóhely. Levéltár. Múzeum. Menni múzeumban? Mit lehet ott csinálni? Lehet hőzöngeni? Akkor hőzöngünk. Hello! Figyelj, te, hagyd kérdezem meg, te miért nem szállsz le rólam? Baranga! Miku! Sarps! Una narka naps. Remélem azt mondtad, hogy te is jól nézel ki. Na ide be lehet hatolni? Nem. Mit lehet itt csinálni? A WC jó, szemletne hazavinni. Fejlesz-e fel? Miért fejlesztenék fel a múzeumba egy WC-t? Nem tűnik jó ötletnek. Üljön le. Hát kaját se lehet rende... Minek jött? Hello! Veled meg akarok ismerkedni. Azt tudom, hol kell kijönni a házból. Hello, oda meg pofátlanul. Boldog vagyok. Három színmel is találkoztam. 4, 5, 6. Na, boldog bájítalok. Azokkal mit lehet csinálni? Na, itt végre van egy valahogy kinéző szín. Ütköztessük meg a csípőnket. He! Súgy? Azaz, jó van. Na, ezzel jó össze haverkodunk ezzel jánnyal. Mint a büdös szart úgy hagyott ott. De bekerült a listámba, úgyhogy majd hívjuk át. Na, menjünk haza, 21 óra múlva melóka, végre lehet, hogy már pénzt is keresünk. Most nézd, olyan a fejem, hogy hétfőtől el kell kezdenem edzeni megint normálisan, meg mindent is. Most itt, hát meg, már hogy rendben az életben, de hát körülbelül, ja. Edzek energikusan, úgyhogy majd meghalok, az biztos jó lesz. Remélem szívrohamot is kap mindjárt, szerencsétlen. Jó, ez a hegymenet van, minden van. Csak pénzem nincs, az egy kicsit úgy jön. Mosd már fel a dzsuvádat, hát ott hagyod. Kaksi-maksi. Ez egy bunkó. Hát egy igazi bunkó. Ja, folyik a WC. Óha, kezdődik. Úgy is megcsinálom. Hát addig eláztattam mondjuk az egész fürdőt, de... Most már magam alá is húgyoztam, ugye? Az nem a WC-nek a vize, vagy de? Turkályok alkatrészek, ebben szoktak lenni ilyen dolgok.
Jó, meg kéne venni azt a szemetest, ami pénzt csinál. Most akkor mi a baj? Ja, hogy összeugyoztam magam. Jó van. Hát... hát először az a baj, hogy kénytelen leszek... kérdezek venni mosógépet, vagy valamit. Hol is van a mosógép? Hol is van? Hát, hivatalosan ez mi? Voltok... hol lehet egy mosógép? Megint vakon vagyok, tehát nyilvánvalóan. De ha beírjuk, hogy... mosó. Nincs találat. Hát várunk. De most akkor összehugyozva itt legyek? Nem, most már ez eltűnt. Azt hittem, hogy most már kéne vennem nagyon mosógépet, de nem. Most miért görbült el? Ja. Elgörbült a kép. Megvan programozás teljesítve. Minden megvan, már csak dolgozni kell menni, és akkor zsír lesz. Zsírkirály. Lesz egy csomó lé. Kívülről nem ártana megcsinálni ezt a izét, mert nagyon szarul néz ki. Rettenetesen néz ki a kecó. Nem baj. Na. Így. Inkább edzél most, jó? A gépezést azt hagyd, azt nyugi. Fogyjál le egy kicsit, mert nagyon, nagyon redván nézel ki. Na mindjárt meg lesz az a szint is. Új, micsoda belem volt ott te. Jézusom. Persze, futás után büdösen be az ágyba. Nyilván onnan nincs is jobb. Na, 2 perc, megyünk dolgozni. Kaki, kézmosás, ügyes vagy, pont mehetsz dolgozni. Remélem, hogy most már nagyon jól fogsz keresni. Kódoló majom, az lennék én. Játsszam meg magam, hát abból nem lesz pénz. Inkább szólok, az a biztos. Fáj a kis bicepszem? Ez fáj is. Építőmód, várjál, mert itt nekem kell valami még. Valami még kell, valami még hiányzik. Nincs rá pénzem. Ajjaj. Megépítjük az edzőtermet. Több mindig arra néz, vagy arra néz, nem? Amúgy mindegy. Mire hazajössz, már boxolhatsz is, tess. Olyan jó lesz. Én meg azon gondolkodtam, hogy kezeltesd magad, te hallod? Kezeltesd magad, mert naponta más férfival akarsz megismerkedni. És ez szerintem betegség. Lejártam. Aha, azért már ott vannak keresések. Gyorsan programozunk. El kell érni, hogy nagyon sok pénzt keressek, mert moddolunk egy játékot. Például ezt. Te haver,
Fejlődök. Ennyi el innen. Nem akarok veled beszélgetni most. Jó, gyere át, ez lógia itt, tök mindegy, ne rakjál tönkre semmit. Ez a mánia, hogy át akar jönni tél. Hagyjál már dolgozni! Nem hagy. Nem látja, hogy a fejem fölött piros ez a cucc, az a baj. Na, látna, akkor... Ugye, akkor javaslom, hogy menjünk már ágyba. Nem lehet? Na, erre mi lesz a válasz? Hát persze, hogy mínusz, ahogy az kell. Ja, elment magától, jó. Nem is kell nekem, nem is kell nekem szólalnom megfelé. Bújjon el mindenki elől. Szundicson, lazicson. Ilyenek nem voltak régen, hogy a jobb oldali ágy kijelölése, meg ilyenek. Szúcskos. Vegyen frissítő zuhanytot. Ennyi. 7 óra, addig még meg kell csinálni ezt a programozódást. És akkor meg lesz, akkor meg tudok fejlődni majd melóba, az megint több pénz. Hát már 69-et keresek per óra. 40? Egyről indultam? Nem tudom. Ennyi. Ennyi. Felélénkültem a zuhanyozástól. Na addig üssed még, az mindjárt munka van. 1700. Csak pénz nincs. Pénz nem jön. Én még zongorázni majd utána valahova megint. Csak még mindig dagat vagyok, de miért? Na nem, most már azért... A legkomolyabb bicepszek vannak. Ja, a tányér meg ott rohad? Aha. Majd én elpakolom. Semmi gond. Ne foglalkozz semmivel. Ment volna az ágyba úgy, hogy ott rohad a tányér. Oh. Folyik a víz, és elmegy aludni. Hoppácska, munkaidő már csak 5-ig van. Mindent hivatalosan csinálunk. Széleskörű megoldást. És azt hol tudom? Itt. Na nem áll. Ja, azt hittem, hogy más számlát kell be, de most ez kom... Meg fogom pofozni. Szívesen adjál érte pénzt, léci. Nem ad. Buniko. Aha, viszont a munka meghozta a gyümölcsét. Mi a baj? Ki vagyok merülve. Jó, most lefekhetsz. Ja, még kiadtam, hogy mosson föl a szerencsétlenjének. Ne menj! Hova ment? Ja, a számlát befizetni. Azt hittem, el akart menni futni. Hagyjál! Ez hülye. Ez hülye. Ez full kellemetlen. Szórakozás. Kéne szórakozni. Melóka, hogy van? 11 óra múlva. Felkelhetnél már. Éhes is. Minden baja van az embernek, érted? Remélem befosó tőle.
Ha, de ugyanezt csinálom én is itt egyedül, de komolyan. Szórakozás megy fel, jó. Fáj a kis kacsód. Ó, itt a nem. Jó, csinálja magától is, mesterségesen van intelligenciája a bának. Gyakorolja egy kicsit. Így fürdés után jó lesz. Hogy üt? De hogy üt? Nézd már meg. Parasztmengő. Kell pisikélni. Igen, egyél, jó. Ne menjél sem dolgikázni. Finom, tetszik, ízlik neki. Nem, tehát ott hagyja a szutykot megint nyilvánvalóan. Jó, fejlődök a munkába, de hát most megint programozni kéne. Hallod, a WC-ből ömlik a minden, a mosdóm széttörve. Van lé. Hát pedig most még szerelni fogsz, meg WC-t takarítani, mert jönnek ki belőle a legyek. Mi van, haver, nem boldogulsz vele? Nem, de megcsinálta, jó. Jó, a WC szép tiszta. Turkáljunk alkatrészekért. Nem lehet letiltani, úgy csak mint Facebookot. Tik. Nem? Nem lehet? Ráteszem a telefont többször, akkor sem. Én almondó vagyok. És már megint csörög. Már megint csörög. 1002. Ez a izé szemetes, ami pénzt termel. Hát, hogy legyen már valami haszon is benne. 14 óra múlva dolgozunk, és tulajdonképpen szerintem minden piros. Nem, szórakozás. Nem szórakozok? Hello. Na gyere be, nem tudom, mit akarsz. Remélem, hoztál valamit. Ez nő. Ez haps... Na, ez vendég. Bejön és rendet csinál. Mostantól hozzám is úgy lehet jönni, hogy bejössz, vagy fölmosol, vagy kimosol, vagy kitakarítod a hűtőt. Tehát így. Ez egy jó dolog. Nem sokat szórakoztam, mi az. Játszon. Mit játszak? Magammal? Hát ez mondjuk szórakoztató lehet. Az elgitározgatott, nagyon jó. Na, megyek szórakozni. De ez most, ez hapsi, nem? Leégett a rendszer. Mondom, javítsd meg, erre elmegy valahova. Mi az a fejkendő? Mi történt? Mi történt a fejkendővel? Vagy mi van ott? Hopp, megsemmisítette és jött 10 dodóka. Ugye? Nincs programozás, nincs programozás. Most mindegy, mit csinálsz, de most azt meg kell csinálni. Abba hagyta a programozást. Sztrókot fogok kapni, hogy így elnézem, amúgy.
Na, most már csak feszült vagyok, előbb még meg akartam holni. Zsír, pénz állt a házhoz. 16 óra múlva meló. Most áthívom és megverem. Meg fogom verni, neki megyek. Nem baj, nem is vagyok itthon, te. Konkrétan bűzölgöm, hallod? Biztos velem akar lógni, nem? Hogy már látszik a szagom. Jó, még mindig feszült vagyok. Az a fránya szórakozás, az a baj. De hát ezzel nővel semmit nem lehet kezdeni. Kiéreztem a gőzt, várjál? Hát ezt jó kiéreztetted. Mi van, Jány, nincs otthon televíziód? Vagy miért kell itt nálam fogyasztani az áramot? Szórakozni kéne. Szórakozni kéne. Az utazás a szórakozás, igaz? Elutazunk megint. Melyik volt a szöszi? Hát, ezzel megyünk, ennek nincs házastársa. Mert ugye mások csaját elvenni, az nem menő. Remélem, hogy eljut ahhoz ez a videó, aki meggondoltam. Hát elménk a bárban, most zongorázok megint nekik, hát ha legalább pénzt dobnak. Donátokért. Már ülök is oda. Játszak egy dalt, mert tudok ilyet. Mi baj van? Hát most szórakozunk. Nem? Hogyha micsoda, 12 dollárt adta. Neki hát gyúrni, öcsém. De most miért nem játszok egy dalt? Hiszen az ó kedvesemet el fogom játszani. Hát annyira nem lehet szar, mert itt maradtak. És valahogy nem éli ezt a zongorázást. Eljátszok ezt is. Pénzért mindent. Pénzért bármit eljátszok. Takarítsak meg 20 000 dollár összeget. Aztán mi a redvá... miből? Na de úgy komolyan kérdezem. Na kiszórakoztad magad? Ki? Most már álmos. Hol vagyok? Lepihent a padra. Szegény. Ennyi az, azt aludjál ott. Romlott étel kidobása. Annyira szarú vagyok, hogy nem bírok hazamenni. Haló? Hogy lehet álladékot örökbe fogadni? Lehet, hogy az DLC, amúgy. Dobja ki a romlott ételt, mert büdös van a hűtőbe. Ja nem, ott volt romlott étel. Valamilyen ilyen meghal. Menjél már aludni! Na végre! Jó, feltöltődik energiával. Odakünn, nem tudom, hogy esik-e az eső, vagy pedig sem, mert hogy kiteregettem. Hát ilyeneket csinálok most, hogy kiteregettek, boltba járok. Takarítok, amivel alapvetően nincs is baj, csak már ezt rég csináltam én, és így
Adjál már Anália, mert megörülök ettől a nőtől. Ez hogy került bele az életembe? Behívtam, vagy mi volt? Vagy véletlenül elkezdtem vele beszélgetni? Na, legalább lesz sok pénz, ha meg nem halok, mert úgy látom, hogy itt azért eléggé szórakozásra van szükségem. Nem utazás. Nem munkát keresek. Megcsevegjük ezt a nényit. Attól ugye feljebb megy a... Hogy megy? Na, kaptam pluszot érte. Valami volt, valami volt. Az a tévé, az szórakoztató lehet, haver. Na gyere! Most amit kapsz. Na gyere! Nem. Valamit lehessen már 4 éve csinálni. Már izé, mert valami... Felszedem. Engedi magát felszedni? Engedte. Hallod, menjél már csajozni, amíg itt van. Hát ha akkor kevesebbet jön, hogyha beetyepetyész fel az ágyba. Lehet, hogy nem fog annyit itt rothadni. Nem, ő átjött szórakozni, öcsém. Beszél... Jaj, a buzdítóan. Teljesen mást olvastam. Ez a nénye, ez folyamatosan ezt akarta. Hogy bújjunk az ágyba be. Kaptam 10 dollárt a szemétért, tök jó az a kuka. Nem nagy ötlet. Számítógépen sose lesz, ha így folytatom. Nem lehet neki rabolni valamit? Esetleg? Belem az nem megy le, pedig alig eszek. Na, minden optimális? Nem, semmi nem az, de alakul. Büdös vagyok és éhes. A két legjobb dolog a világon. Alvást azonnal fejezd be. Nem kell itt aludni. Egyél egy mikrós gyorsételt vagy italt. Forró víz? Mikrós sütemény. Hát, ha befosunk. Na, higiénia. Munkában mi újság? 2 óra múlva. Jó, addig zöldbe leszünk. Meg foscsizni kell. Hát mondjuk a kettőt nem ártott volna egymás után, vagyis más sorrendben, de jó van ez így. Programozás meg nincs elkezdve. Mindegy, most nem lépünk szintet akkor. Iszonyat módon nem gyűlik a pénz. Ötig? Még mindig ötig. Jó, ötig van meló. Na, azért jön itt valami. Jön itt valami. Szórakozás most jó. Aludni kell egy kicsit. Gyere, lógja itt a dén alszok. Hát most igazából mindegy. Az zépítő módban nézzük már meg olyat, hogy itt ilyen alkatrészeket, az micsoda? Ez egy óha? Ez egy óha. Tudom, mit akartam, ez így eszembe jutott valamelyik nap.
Mert azzal egyszer nagyon beszívtam. Füstjelző berendezést. Ugyanis ezzel nagyon meg lehet szoppantani, hogyha ilyened nincs. Na jó, ezt a dolgozó szobába. Hát meg ki tud gyulladni a kecó. Azt akkor rip. Aztán akkor rip van. De ez majd jól eloltja, ugye? Aha, gondolom. Miért lép ki ilyenkor a gyorsított időből? Jaj, 3 napúval van csak meló. Akkor edzél, aztán utána elmegyünk valahova. Hát oké, csak edz mint a gép, 4. szinten leszek, és gyakorlatilag úgy nézek ki, mint egy hajdumosógép. Ma helyett... Hát de volt hajdumosógép is, de most a boilerre gondoltam, nagyjából pont ugyanolyan henger alakja volt mind a kettőnek. Ez a hűtő itt olyan hangot ad, hogy így... Félek. Félek tőle. Takarítsd már el! Tűzhely. A tűzhelyekből nem lehetne esetleg valamit, mert ez nagyon dzsúva. Az étel minősége ebben már jobb. Jobban is néz ki valamivel, csak marha drága. Csináljuk már a hülyeségeket, programozás. Ja, meghalt a gépem. Jaj, de jó. Nem hívok-e? Javítsd meg. Nem kell szerelő. Jaj, jött a szerelő. Megcsinálom. Téves riasztás. Tessék elmenni a csába. Köszönöm. És kész. Ennyi. Megy is. Készítek bővítmányt. Hogy menjen az is. Sose lépek szintet, és kéne nagyon sok pénz. Nagyon sok pénz kéne. Tesó, bírod még? Nyomjál azt a bővítményt. -25%-nál abba hagyta. Azt csináld, amit mondok, ne kakíjál meg. Te meg hagyjál már élni. Mindjárt kész vagy, haver, csináld. Zsír, meg vagy? Mesés gazdagsága. Nem van meg. Éhes. Éheske. Nem a szórakozás. Először izé van. Nem játszunk. Csolap. Bővítményt fejezd be. Jó, megvan. Oké, most már nézheted a hülye tévédet. Szundítsunk. Hopp, szintlépés. Kivehető szabadnapok, igen. Tesó, mondtam, hogy szundítsál. Azt nem, akkor meg edzeni fogsz. Hát most... Milyen nagyon mérges? Nem sikerült a bővít? Szállj már le a gépről! Te meg rólam! Na most kiengedem a gőzt, figyeld? Kész, ennyi. Boldog is vagyok. Na, lépjünk ott is szintet, mert úgy mozogsz, mint a... Nem is tudom. Nem vagy álmos. Tudsz még te edzeni.
Legalább egy szintlépés erejéig, azt utána aludhatsz, ígérem. Na, azaz, na most már valami látszik, valami ütés. Aha, egyből izé lett. Nem bírja abba hagyni. Mi van most, ha nem vagy álmos? De álmos, hagyd abba, menj aludni. Igen, hát gyakorlatilag minden narancssárgában van. Tehát ezek megoldhatóak. Játszon a kádban. Já, meg... Narancslét biztos sokat fog segíteni az éjségén, ugye? Hát milyen narancsléd van neked? Ennyi. Széklet kiment. Itt baj már nem lehet. Közösség. Most vele végül is csevegtem? Igen, csak kaptam egyből tőle egy mínuszt. Videóhívás hülye? Ja, most kuktáskodok, jól van. Hey, hova mész? Nos, boldog vagyok? Jól van. Mi az, hogy háztartás? Kérje a szolgáltatást. Ennyi pénzért? Hát ez miért? Ó, várjál, itt lehet. Várjunk. Fizesse be a számlákat, zseniális. Ettől megy el a pénz. Hülye számláktól állandóan. Vásároljon. Na, de mit? Vetőmagot. Hát mindenképpen szeretnék vetőmagot vásárolni. Fogadjon önökbe egy szimet. Az lehet kutya is? Nem mi? De amúgy nincs is rá pípízem. Na jól van, szerintem én most ezt abba hagyom, mert 1 óra 7 percnél járunk. Most annyira nem történt semmi. Hát ezt a nényét, ezt ki fogom miskárolni szerintem. Na de se baj. Itt most én ezt abba hagyom, mert abba hagyni jó. És még itt a kamerabeállítások, nem mókolnom kell, kicsit úgy látom majd, meg még egy-két dolgot. Kicsit fáradt vagyok, de mégis valamicskét fejlődtünk, de nem sokat. Be fog ez indulni. Majd meglássuk. Lehetek jók, lehet egy kicsit leszundítok én is. Napá.